gyerekkel együtt. Albert előbb hallott gondolatával köszöntöm. Tápió Szecső nagyközség önkormányzata és a magam nevében. A kedves ifjúpár, tanulókat és a megjelent vendégeket. Kedves Barbara és Zoltán. Azzal a szándékkal jelentetek meg előttem, mint anyakönyvvezető előtt, hogy egymással házasságot kössetek. A bemutatott iratokból megállapítottam, hogy házasságkötéseteknek törvényes akadálya nincs. Ahhoz azonban, hogy ez a házasság létrejöjjön, mind a mennyasszonynak, mind a vőlegénynek az általam feltett kérdésre határozott igennel kell válaszolnia. Megkérem a kedves vendégeket, hogy a házasságkötés hivatalos perceire szíveskedjenek felállni. Kijelenti el Papp Barbara, hogy a jelenlévő Bodnár Zoltánnal házasságot köt. Kijelenti el Bodnár Zoltán, hogy a jelenlévő Papp Barbarával házasságot köt. Igen. Kijelentem, hogy Bodnár Papp Barbara és Bodnár Zoltán polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársa. Foglaljon helyet! Foglaljon. Megkérlek benneteket, házasságkötéseteket aláírásotokkal is erősítsétek meg. Először a feleséget fogom szólítani, majd a férjet, végül a két tanú, hogy fáradjon ki és írja alá a házassági lapot. Can I love when I'm afraid?
Húzzátok fel egymás újjára ezeket a gyűrűket, melyek az örökké valóság, a szeretet, az összetartozás jelképei. Férj a feleség újjára. Feleség a férj újjára. Forduljatok egymás felé, és mondjátok utánam a fogadalom szövegét. Ígérd meg, hogy kezed kezemből, vissza nem veszed. Szeretni fogsz, amíg létezem. Nem tudom az élet, meddig tart meg neked, De ígérem, hogy hűséges társad leszek. És fogadalmatokat az első hitvesi csókkal pecsételjétek meg. Kedves ifjú házasok! Ez a megszólítás még biztosan furcsán hangzik számotokra. Ám az előbb, életetek egyik legfontosabb kérdésére igennel válaszoltatok. És ezzel a két igennel az itt megjelent mennyasszonyból Thank you.
házasságot Istenemnek felmondhatatlan lesz. Szeretetem és hűségem belül az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.